szerintem, aki kicsikét is művelt, vagy olvas, van az életében mindenkinek József Attila időszaka, korszaka. Én tavaly előtt érkeztem el erre a pontra, hatással volt rám egy monodráma, egy előadás a József Attila életéből. Utána olvastam tőle több verset, és kutakodtam az élete után, a levelezéseit olvastam főleg. Tehát fiatal, viráglelkű, rózsaszín ködben élő hölgy vagyok, úgyhogy nyilván a szerelmes verseit olvastam folyamatosan, és nagyon azonosulni tudtam azokkal a nőkkel, akik kapcsolatba kerültek vele, és átéreztem a József Attila oldalát is, hogy ő mit érezhetett, vagy mit érez irántuk ezáltal, hogy belástam magam főleg a levelekbe, és nem életrajzi előadást szerettem volna létrehozni, hanem egy ilyen szerelmes, irodalmi zenés estet. Megszólalnak versek megzenésítve, prózában versek, felolvasva levél részletek, vagy egy-két hosszú levél, illetve a népzenét is belecsempésztem én, mint alapvetően főként népdalénekes. Nagyon izgalmas, mert egyszerre és nagyon szerintem jól sikerült arányban vannak jelen benne a magyar népzene, tehát teljesen autentikus magyar népzenei részek is vannak, akkor balkáni népzene, ez már a megírt részekben, és ez a világzene. Én úgy érzem, hogy működik a zenekaron belül az a fajta mechanizmus, hogy nagyon jól egyszerre rá tudunk csatlakozni a zenei folyamatokra. Mindenkinek éppen van egy pici dolga, a cimbalom visz egy szólamot, akkor a szólista hangszerek, tehát a hegedű és a két fúvós a verszakok között bejátszik egy futamot, és ez mind azt eredményező, hogy nagyon koncentrált jelenlét kell a színpadon, és hát én abban reménykedem, hogy ez a fajta koncentráltság és egymásra hangolódás, hangoltság, ez kisugárzik majd a közönségre, és ők is bemondulnak ebbe az élménybe. Attól még a szerelmes téma nem csak nőknek ajánlanám, hanem férfiaknak is, de leginkább mindenkinek.